Elég volt, maradjon a CEU Budapesten, a civilek Magyarországon. Magyarország pedig az Európai Unióban. Ezek a vasárnap délutánra tervezett tüntetés jelszavai. Civilek az oktatásért és a demokráciáért tüntetnek a Műegyetem rakparton, és vonulnak a parlament elé. A megmozdulásnak címe is van, nem adjuk a jövőnk, itt maradunk. A stúdióban a szervezők, Berg Dániel és Leotai Orsolya. Hát ez ketten szervezik, akkor nagy lesz a baj, szerintem sokkal többen vannak ebben, de ennek a kettőnek én nagyon örülök. Jó estét kívánok! Ez az a tüntetés, amiről azt lehetett olvasni a mai internetes sajtóban, hogy mega tüntetés bénítja meg Budapestet, az egész város le lesz zárva. Hát ez ebben a formában nyilván túlzás, az egész nem, de akkora lesz ez a tüntetés? Hogy számolják? Mi mindenféleképpen sok emberre számítunk. Facebookon egyébként olyan 14-15 ezer ember jelezte, hogy érdeklődik, illetve valamilyen formában szeretne részt venni. Eddig az eddigi tapasztalataink azok voltak, hogy sokkal többen vettek részt, illetve plakátozni is elkezdtünk. Úgyhogy nem úgy, de hogy elkezdtünk a Budapesten. Állítsuk meg Brüsszelt? Igen, igen. Úgyhogy mindenki, aki szeretné meg. De gondolom, nem ilyen plakátot raknak ki? Nem. Mit raknak ki? Egész egyszerűen rajta lesz a plakátokon az, hogy mi a menetnek az útvonala, és hogy miért fontos eljönni. Tudják, az a két farkó, aki az állítsuk meg Brüsszelt, mert az életbe utol nem érjük. Hogy lesz ennek a menete, ennek a tüntetésnek? Aztán majd beszélünk a tartalmáról is, csak először akkor fussunk ezen végig. A Műegyetem rakpartról fogunk indulni, ott lesz 17:30 a gyülekező, és ezután végigvonulunk a városon. A Corvinus, az ELTE érintésével nem lesznek külön megállók, egy mozgalmasabb demonstrációra van szó, és a Kossuth téren fogunk kikötni, ahol lesz színpad és több felszólaló is. Két CEU-s jelvény velem szemben, de ez nem csak a CEU-ról szól, gondolom, ez a tüntetés, mert az már egyfelől megvolt, másrészt ott most várakozunk, ha jól sejtem, hogy valami történjen, arról is majd ejtsünk szót, hanem mi mindenről szól ez még? Igazából három dologról van itt szó, amit egy mottóba úgy foglalunk össze, hogy a CEU maradjon Budapesten, a civilek Magyarországon és Magyarország az Európai Unióban. Hát akkor a teljes kérdéskört szinte, amit most a strasbourgi parlamenti döntés érintett. Na akkor maradjunk a CEU-nál, kezdjük ezzel. Azt mondja a kormány, hogy ő aztán tárgyalna, rajta nem múlik. Egyfelől tárgyal majd az Európai Bizottsággal, az Európai Unióval, másrészt tárgyalna a CEU-val is. Van az a tárgyalási pozíció, ami mondjuk egy tüntetés szervező számára elfogadható, de mondjuk a törvényt nem kell megszüntetnie a kormánynak? Tehát az egyik oldalon elvárjuk a rugalmasságot, a másik oldal rugalmas? Hát alapvetően az egész törvénynek az alapjában van a probléma, tehát hogy már egyáltalán az egyeztetés nem történt meg. Tehát azért mi azt gondoljuk, és a tüntetésekkel ezt próbáltuk is vinni, ezt a narratívát, hogy egy normálisan működő demokráciában már a törvények meghozatala előtt beszélni kell azokkal, akikről egyébként ezt a törvényt akkor hozni fogják. Akkor tehát ne azt mondja a kormány, hogy ő rugalmas és tárgyalna, hanem kezdjük azzal, hogy akkor most ezt szüntessük meg, és kezdjük előről a történetet? Pontosan. Vagy minimum, tehát talán a minimum, függesszék fel ezeket a határidőket, amik teljesen lehetetlenek arra, hogy bármilyen érdemleges lépést tudjon tenni az egyetem. Erre most volt egy nem hivatalos ígéret, talán hallották, emlékeznek rá, hogy fel lehet venni majd a következő tanévre is diákokat, mert hogy annyira eltolják. Az ígéret szép szó. De hát ez csak ígéret egyelőre valóban. Ígéret, és azért láttuk ezt nagyon sok esetben, hogy az ígérgetés az egy dolog, de hogy látjuk azt, hogy egyébként még az se történt meg, amire a köztársasági elnök felkérte a feleket, hogy normális tárgyalások történjenek meg. Ugyanis olyan tárgyalás volt ugye ezen a héten is, ahol nem kompetens személyek ültek egy asztalnál, ami eleve egyébként egy nagyon rossz üzenetet közvetít, hiszen azt is mondja, hogy mi megtehetjük azt, hogy olyan embereket küldünk, nem vagy fontos. Nem tartjuk még azt sem tiszteletben, hogy nem elég, hogy nem vettük figyelembe azt, hogy mik az adott egyénnek a pozícióját, vagy intézménynek, de még a továbbiakban sem együttműködőek igazán. Nézzük lényegében. A második pontot. Mennek a fiatalok elszántan és tömegesen? Hát ez a tapasztalat. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezek a tüntetések ezt bizonyították be. Hogy nagyon-nagyon sokan részt vettek. Na most nem erre gondoltam, hanem, hogy elmennek Magyarországról? Hát el is mennek, igen.
Tehát ez azért egy alapvetően egy nagyon nagy probléma, hogy a CEU egyébként egy olyan intézményt is közvetít, hogy nyugati oktatást lehet kapni úgy, hogy egyébként közben itt kamatoztatják az emberek a tudásukat Magyarországon. Én személy szerint annyit tudok mesélni, hogy én hazajöttem Magyarországra, amerikai állampolgár is vagyok, de magyar is. Vigyázzon, az ma szégyen volt. Hát, kiszerkeszti a sajtó egy része, hogy jellemző egy amerikai ügynök. Azzal sajnos nem tudok mit kezdeni, hogy hol születtem. Amerikai állampolgár, mint a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, ez így nem rossz. Igen, pontosan. És én azért költöztem haza, hogy a CEU-ra járjak. Járhattam volna a Princetonra, járhattam volna több neves amerikai egyetemre, de több okból azt választottam, nem csak a minőségi oktatás miatt, hanem azért is, mert szeretek itthon lenni, hogyha esetleg nem lehetetlenítenék ezt el. Én szívesen maradnék, de milyen jövőt lát a kormány ebben, hogyha megszüntet egy világszínvonalú intézményt? Ez milyen üzenetet sugall másik intézményeknek, akik esetleg szeretnének oktatásba kezdeni itt? Ez milyen üzenetet sugall a fiataloknak, akik esetleg szeretnének hazajönni, vagy ide telepedni? Igazából most lehorgonyoznék ott, hogy lett amerikai állampolgár, és az Egyesült Államok állampolgáraként miért annyira fontos, hogy mondjuk Magyarország az Európai Unió része legyen, miközben mondhatna azt is, hogy hát magatoknak főzitek, hát csináljátok, én felülök a gépre és megyek. De most itt lehorgonyozunk, akkor nem beszélünk a tüntetésről tovább. Pedig ott az Európai Uniós kérdés is. Komolyan hiszik azt, hogy ez veszélyben van, az Európai Uniós tagságunk? Na, én nem ebben látom, hogy most veszélyben vagy nem veszélyben van. Itt inkább arról van szó, hogy ugye az látható volt, hogy a Fidesz pártcsaládjának, pártfrakciójának az egyharmada nem ért egyet azzal, hogy amiről szól egyébként a CEU ellenes törvény, vagy éppen a civileknek az ügye, és hogy ez is mutatja azt, hogy nagyon is fontos az, hogy európai állampolgárok is vagyunk egyébként párhuzamosan, illetve hát az európai parlamenti képviselők ugye a Magyarországon vannak megválasztva, tehát hogy van egy legitimen megválasztott Európai Parlament. Innentől kezdve egyébként ezzel ha adott esetben a hetes cikkelynek tehát életbe lép, illetve megkezdődnek ezek a tárgyalások, azzal alapvetően Magyarország pozícióját rontja a magyar kormány. Tehát, hát külföldön. Ugyanakkor itthon annak a 2 milliónak egy erős érvet ad, amely 2 millió elszánt Fidesz szavazó, és Orbán Viktor minden szavát elhiszi, mert hogy na ugye meg kell állítani Brüsszelt, hogy Brüsszel a végünket akarja. De ez arról szól alapvetően, hogy kezdjünk el beszélni egymással. Tehát, hogy szerintem ezek a tüntetések is azt mutatták meg, hogy nagyon sok konzervatív is azt gondolta, hogy igen, van egy limit. Tehát, hogy nem lehet azt egész egyszerűen gyakorlattá tenni, hogy mindenféle egyeztetés nélkül hozunk van döntéseket. Van a tüntetéseknek utóélete? Ilyen módon utóélete? Tehát lettek olyan körök, olyan társaságok, ahol van átjárás konzervatívok, liberálisok, baloldaliak, jobboldaliak, nemzetiek, népiek, nem tudom ki mindenki között? Igen, szerintem nagyon sok ember elkezdett beszélni közös témákról, és hogy hol lehet kompromisszumokat kötni, mert nagyon sok embernek, konzervatívoknak, liberálisoknak is, ez már egy vörös vonal, és a 21. században Európában el lehetetleníteni egy egyetemnek a létezését. Ez példátlan és felháborító szerintem. Jó, de hát van itt más is, ugye az Európai Unió is látja a korrupciós kockázatokat Magyarország tekintetében, látják a sajtószabadság korlátozását, látnak sok-sok olyan demokratikus alapjogot, ami azt gondolom nem jobboldali, baloldali, konzervatív, liberális kérdés, hanem demokratikus alapkérdés. Azért kérdem, hogy ezek a közbeszédek a közösségeken belül kialakultak-e? Mindenképpen. Tehát én alapvetően nekem az a tapasztalatom szervezőként, hogy nagyon-nagyon sokféle emberrel találkoztunk, és nagyon sokan érzik magukénak ezt a témát. Nyilván a CEU ugye egyébként nem egy, tehát hogy maga a CEU egy, nem egy nagyon-nagyon ismert egyetem Magyarországon. Tehát alapvetően azért nincsen nagyon-nagyon sok magyar diákja mondjuk a többi egyetemmel kapcsolatban. De hogy itt alapvetően az is elkezdődött, hogy egyetemek közötti tárgyalás, egyetemi hallgatók közötti tárgyalás, hiszen lehet, hogy most a CEU-ról van szó, de hogy egyébként önmagában az intézmény nyilvánvaló, hogyha egyébként nem Magyarországon, de máshol fog működni. Itt inkább arról van szó, hogy utána lehet az ELTE, vagy lehet a Corvinus. Tehát, hogy igazából ezért mennek végig, hogy műegyetem, Corvinus, ELTE? Vagy miért pont így? Hát alapvetően azért így, mert hogy szerettünk volna
érzékeltetni azt, hogy itt nincs, tehát hogy a tudomány az határtalan, és hogy a tudomány az nagyon sokféle, tehát hogy itt nem csak arról van szó, hogy hogyan támadják be akár a gender studies-t mondjuk a CEU-n, hanem itt arról is van szó, hogy mindenkinek fontos, bármit hallgató egyetemistának fontos az, hogy aki mondjuk reáltudományt tanít, az is ugyanúgy megtehesse ezt. Aki például közpolitikát tanul, az is ugyanúgy megtehesse ezt. Tehát hogy egész egyszerűen ne az legyen, hogy szeparáljuk egymást, egymástól a különféle egyetemeket. És az EU-ra, hogyha még visszatérhetek egy rövid pillanatig, ugye az EU-tagság az bizonyos kiváltságokkal, de egyben kötelezettségekkel is jár. Szóval kiváltság az, hogy szabadon átkelhetjük a kontinens határait, kiváltság az, hogy munkát vállalhatunk bármely országban, kiváltság az, hogy részesülhetünk EU-s támogatásokban. Viszont kötelezettség az, hogy kövessük azokat az európai normákat, azokat igazából univerzális normákat, amiket nem csak az európai közösség, hanem a mindenki elvár. Na tényszerűen, ugye, mert ez nem csak egy budapesti tüntetés lesz, hanem Gyöngyös, Veszprém, Békés Csaba, Debrecen, Nagykát, a Kaposvár, Sopron, Pécs, Hódmezővásárhely, hol még, amit én esetleg nem tudok. Ezek a városok? Tudok, igen. Én még és más európai városokról tudok. És külföldi sok felé? Igen, London, Berlin, Prága, és még érkeznek megkeresések. Hát gondolom, ezek a neten követhetők lesznek, a mai technológia ezt már megengedi. Viszont hány órakor kezdődik a tüntetés Budapesten, és mikor érnek a Kossuth térre? Tehát 17:30 kezdődik, akkor lesznek beszédek egyébként a Műegyetemi rakparton, pontosan a színpad a Gellért téren lesz, és onnan fogunk tovább haladni. Mi egy órás menetidővel számolunk, és bátorítani szeretnék mindenkit, hogy bármelyik ponton csatlakozzon, akár a Kossuth téren, akár közben. Nagy valószínűsége, mert nem lesz nagyon nagy meleg, de jó időt mondanak, úgyhogy szerintem ez egy nagyon fontos esemény lesz arra, hogy itt tényleg arról van szó, hogy vegyük újra a kezünkbe a közügyeknek az irányítását. Kezdjünk el beszélni egymással, ne hallgassunk arra, hogy hogyan próbálnak elhatárolni minket alapvetően egymástól. Jönnek a fiatalok, köszönöm szépen. Köszönjük.